Országos esemény is befolyásolja azt, hogy milyen lesz az idei éve Pécsnek, mondta kérdésünkre az Összefogás Pécsért Egyesület önkormányzati képviselője. Nem mindegy, ki nyeri a tavaszi országgyűlési választást, és a kormánnyal hogy tud majd együtt dolgozni a városvezetés. A pécsiek a kormányzatban partnert látnak, vagy megengedik azt, hogy a vezetőik politikai harcot folytassanak, és ezzel a várost hátrányos helyzetbe kerítsék. Tehát ez az egyik nyilván, hogy jól válasszunk kormányt, és hozzá képviselőket. Ezen kívül idén be kell adni az önkormányzatnak a pécsi fejlesztési terveket, amelyekkel pályázhat arra, mint egy 20 milliárdos forrásra, amely segíthet elindítani a gazdasági növekedést. A politikus azt mondja, egy olyan gazdasági tengét kell létrehozni, amely vonzza a befektetőket a megyébe. A Pécs-Mohács gazdaságfejlesztési tengelyen akarunk jelentős közlekedési és ipari területfejlesztést a következő 4 évben végrehajtani. Annál is inkább, mert a megyénk és a régiónk tulajdonképpen az egyik legelmaradottabb már a régiók sorában. Nincs mire várni. Ezért részben az M60-as és az M9-es folytatásáról, a reptérfejlesztésről és új iparterületeknek a kialakításáról is tárgyaltunk már. A technológiai és innovációs miniszterrel egyeztetett erről az elképzelésről az önkormányzati képviselő, aki egyben a megyei önkormányzat fejlesztési biztosa is. Kővári szerint ezek a tervek és a fejlődés persze csak akkor indulhat el, ha marad a kormány. Ezért is fontos a tavaszi parlamenti választás a politikus szerint.